Sziasztok! Sziasztok! Szia Magyarország! Köszönjük a Magyar Világpolgárok Egyesületének ezt a lehetőséget, és szeretnénk mesélni egy kicsit az utazásunkról, erről a 2,5 éves földkerülő, falültető stúráról, a nehézségekről, az élményeinkről, a tapasztalásainkról, arra a 9 hónapról, amit idáig átéltünk, több mint 14 ezer kilométert bicikliztünk idáig, és jelenleg Nepálból, Katmanduból, a Patán térről jelentkezünk. Így igaz, ahogy Adi bácsi ezt megmondta most itt szépen, világpolgárokká váltunk, ezért is kaptuk ezt a felkérést, hogy küldjünk nektek egy videót innen Nepálból, hogy mit jelent számunkra világpolgárnak lenni. Az, hogy bármelyik országban, bármilyen körülmények között simán elboldogulunk, függetlenül attól, hogy a kulturális és egyéb társadalmi szokások merőben mások, mint otthon Magyarországon. Ezt már 14 országban leteszteltük, nagyon jól működik, és most már automatikussá vált számunkra, hogy átadjuk magunkat a épp soron következő ország hangulatára. Igen, nagyon érdekes ebben az utazásban az, hogy minden nap máshol vagyunk, minden nap mozgunk, napi körülbelül 100 km-t szoktunk biciklizni, és igazából mindig változik minden, a táj, az emberek, a kultúra, és ahhoz kellett felnőnünk, megtanulni, hogy elfogadjuk és befogadjuk ezt a változást, és megtaláljuk mindenben a jót. És hogy történik ez az egész meg. És erre egy nagyon jó módszert dolgoztunk ki, vagy találtunk ki. Ez egy kicsit spirituálisabb téma. Ráhagyjuk magunkat az élet folyamára, és próbálunk nem mi dönteni a kardinális kérdésekben. Nyilván van egy csapás irány, amin haladunk a 2,5 év során, viszont a nap után, mivel minden nap teljesen más, de mégis kicsit ugyanaz, mert sokat biciklizünk, minden nap tekerünk szinte, mégis nem tudjuk az egyik reggel, hogy hol fogunk lefeküdni, hova fogunk megérkezni az éjszaka, és ehhez, hogy ne legyen ez egy teher számunkra, ráhagyjuk az egészet a magasabb tudatosságra, és hagyjuk, hogy ő szervezze a mi utunkat. Ami nagyon bevált módszer, mert eddig kivétel nélkül mindenhol tökéletesen megtaláltuk a helyünket, és mindig kaptunk szállást, igen. Mindig találtunk jó sátorhelyet, semmi problémánk nem volt eddig az út alatt. Igen, ez nagyon érdekes. A hit nagyon fontos ez az út alatt. Ami átvetít a nehézségeket. Igen, önmagunkban és a magában a projektben, amit csinálunk. Bár ez, mint már mondtam, automatikussá vált, 9 hónapja vagyunk úton, úgyhogy ez remek dolog. Találkoztunk magyarokkal, most például itt Katmanduban egy magyar családnál lakunk, pontosabban a nő, akinél lakunk, ő magyar, férje pedig táj, és van egy 10 éves gyerekük. Máté. Nagyon jól érezzük magunkat, kicsit pótolja az otthoni családi hangulatot, egy rendkívül szép környezetben lévő házban lakunk, főzünk, mert hogy most ez kényszer megálló, 2 hetet vagyunk Katmanduban, ugyanis a vízumok azok megint keresztbe tettek nekünk kicsit, meg kell várnunk, amíg a vízumokat megszerezzük a következő országokba, mint például India, mert megint megyünk Indiába, és aztán Myanmar lesz a következő állomás, és hogyha ezek a vízumok megvannak, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen Ausztráliáig rendben vagyunk. Igen, folytatódhat az utazás. Én egy kicsit szeretnék arról is beszélni, hogy kezdődött ez az egész. Igazából 2 éve Ádám körbekerülte a Európát. 4 hónappal több mint 10 kilométert biciklizett, és amikor hazajött, találkoztunk, és elkezdett mesélni erről az utazásáról, és csillogtak a szeme, és teljesen fel volt töltődve, és magával ragadó élményekkel sorozott folyamatosan, és elvarázsolódtam.
és mindig is tudtam, hogy szeretnék utazni, világot járni, csak nem tudtam, melyik országot nézem meg, mert mindegyik érdekel. És ez a földkerülős biciklis utazás pedig lehetőséget ad arra, hogy legalább 45-50 országot megtekintsek, kulturális szempontból az embereket megnézni, a tájakat, a szokásokat, az ételeket, mindent. És Ádám mesélte, miután hazajött, hogy ő szeretne egy nagyobb kaliberű túrát csinálni, ezt a földkerülősdit, és igazából egy döntés volt az egész, megkérdeztem, hogy részt vett esetleg én is ezen a túrán, és akkor mondta, hogy persze, miért ne, és akkor mondtam, hogy igen. És ami ebből nekem tanulság, hogy igazából egy döntés, egy elhatározás kérdése, utána már egymás követően léptük meg a fontos cselekedeteket, és itt vagyunk 9 hónap után, indulás után 9 hónappal. Bizony ez így volt. Bár Európában jó volt egyedül utazni, az csak 4 hónap volt, de egy ilyen hosszú projektnél azért úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne egyedül menjen az ember, mert kiszárad egy idő után az élmények, amik sorozatban bombázzák azokat, hogyha nem osztja meg az ember, akkor megtelítődik egyszerűen, és nem fogja olyan szemmel tapasztalni a következőket, mint ahogy addig. Úgyhogy mint egy szivacs, ezt ki kell nyomni, aztán újra hagyni, hogy beszívja magába az élmény folyamot. Egyébként ez nem annyira rendkívüli dolog, amit mi csinálunk, esetleg Magyarországon kevesen hallottak még róla. Bevett szokássá vált a világban sok ember részéről, hogy biciklivel utazik, mivel a kerékpáros túra megengedi azt, hogy folyamatosan a természetben legyünk, és az emberekkel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. Legyen ez egy faluban, egy teljesen Isten háta mögötti kis helyen Indiában, vagy épp, nem tudom, Párizsban az Eiffel-torony alatt, bárhol tudunk beszélgetni, és a bicikli az egy fantasztikus útlevél. Bárki, aki eddig találkozott velünk, segített. Megkérdeztem, mi áron vagyunk, elmondtuk neki a projektünket, és kitágult pupillákkal fogadta, és mosolycsaltunk az emberek arcára, mert tetszik nekik az, hogy az egész világot körbe biciklizzük. Nem tudom, mit tudnánk még elmondani. A faültetős. A faültetős, igen, még van egy olyan küldetésünk, kitaláltuk azt, pontosabban egy jó barátom találta ki, mi csak tovább fejlesztettük, hogy minden országban ültetünk egy fát, a természet és az emberiség összekapcsolódásának jegyében. Igen. Ugye eddig már van, sajnos nem sikerült minden országban, de a 14-ből 10 országban már van fánk, és a honlapunkon ezt lehet követni, az interaktív térképen, hol vannak a fák, mikor, hol aludtunk. Adi bácsi egy nagyon jó térképet szerkesztett, és emellett folyamatosan olvashattok frissülő történeteinkről, szép képeket láthattok az oldalunkon, ez egy blog, a neve pedig a kép alján látható hamarosan, azaz most www.anapgyermekei.wordpress.com, és egy Facebook oldalunk is van, a Children of the Sun utazó oldal, itt követhettek nyomon minket, és búcsúzóul üdvözlünk mindenkit, és szeretnénk megköszönni az Evobike-nak, hogy mögénk állt és támogat minket a felszereléssel és a kiváló minőségű biciklivel. Igen. Köszönjük szépen! Köszönjük! Minden jót nektek! Hamarosan találkozunk! Hello! Namaste! Namaste!